Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Idén is megtartották a balatoni strandok kék hullámzászló minősítést, melyen a szigligeti strand kiválóan szerepelt, 5 csillagos értékelést kapott. Balassa Dániel polgármester elmondta, jó visszaigazolása ez törekvéseinknek, az évek óta tartó strandfejlesztésnek. Céljuk idén a szolgáltatások szinten tartása volt, és külön figyelmet fordítanak a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésére is. A szigligeti strandra érkezvén az első benyomás a tisztaság és a rendezettség. Szép napos délelőtt van, ma is sok vendég várható. Vannak, akik szeretnek korán érkezni. Budapestről érkeztünk, és hát a férjem találta egy apartmant, és azért választottuk ezt, mert ez közel van. És mennyire tetszik önöknek a strand, mennyire elégedettek a szolgáltatásokkal? Most vagyunk elsőnek, és meg vagyunk elégedve végül is. Sokat fordítottak tavasszal a meglévő szolgáltatások fejlesztésére, hangsúlyozza a település polgármestere. Például gondoltunk a mozgássérültekre, mozgássérült beemelő lett telepítve tavaly, aztán a tavalyi évben ugye elkészültek az új öltözőkabinok, ezek is rendelkezésre állnak, és természetesen egyéb a strandra kívánt szolgáltatások is megvannak Szigligeten. Én úgy gondolom, hogy talán Balaton egyik legszebb és legfejlettebb strandja miénk, és minden adott ahhoz, hogy a strandolók itt nyugodtan tölthessék az idejüket. Visszatérő nyaraló Tarna Istvánné, ez a legkedvesebb strandja, mint mondja. Nagyszülei ebben a községben éltek. Viszonylag nyugodt, tiszta, szép. Nekem itt a Tapolcai medence az a szívem csücske, az érzelmek miatt. Balassa Dániel polgármester büszkeséggel szól a kék hullámzászló minősítésről. Ez a munka visszaigazolása, és egy jó visszaigazolás, hiszen ugye évek óta ezt az 5 csillagos szintet tudjuk elérni és tartani, úgyhogy úgy gondolom, hogy az irány, amit meghatároztunk pár évvel ezelőtt, az jó. Az a strandfejlesztés és azok a beleölt energiák és pénzek, amik az évek során ide kerültek a szigligeti strandra, ezek megtérültek, és szeretnénk ezt továbbra is megőrizni, és természetesen amennyiben forrás rendelkezésre áll, majd még új dolgokat megvalósítani, hogy még jobb legyen. A következő évre például szeretnénk egy kicsit zöldíteni a strandot, ez nem a fű mennyiségére vonatkozik feltétlenül, hanem a Balaton élővilágára, illetve a környezetvédelemre felhívni a figyelmet, és különböző olyan kisebb fejlesztéseket megvalósítani, amik ebbe az irányba mennek majd. Véleménye szerint a strand fő vonzereje az egyenletes fűszőnyeg, továbbá a vízminőség is kiváló, nem iszapos a partszakaszuk. Ki kell emelni emellett, hangsúlyozza, hogy rendkívül családbarát a strand. Nagyon jó itt, viszonylag meleg a víz, és a gyerekek jól tudnak homokvárat építeni. Amikor strandot választottak a mai napon, például fontos szempont volt, hogy rendelkezzen egy ilyen partszakasszal? Igen, fontos volt, hogy legyen gyerekrész kialakítva. A strand működtetése abból a szempontból is fontos, hogy ez a község egyik fő bevételi forrása. A strand és a vár hoz annyi bevételt, amennyiből a dolgozói állományt fent tudjuk tartani, tehát lényegében a községnek a működtetéséhez ez a két turisztikai célpont az, ami a legkomolyabban hozzájárul, úgyhogy, de nekünk igazából nincs is más, tehát nincsen iparunk, nincsen más olyan bevételi forrásunk, amivel komolyabban lehet számolni. Szigligetet a turizmusból élesz, tudomásul kell venni, és ebből tudjuk fenntartani ezt az állapotot, ami jelenleg is látható a községben.